A hírt Závodján Magdolna kultúráért felelős helyettes államtitkár és dr. Görgényi Ernő Gyula város polgármestere jelentette be a gyulai várban. A gyulai önkormányzat lehetővé teszi, hogy az iskolai szervezésű kirándulások során a diákok és kísérőik ingyen utazhassanak vonaton Gyulára. Azt gondoltuk, hogy a kulturális alapellátás vonatkozásában nem feltétlen az a legnagyobb kihívás, hogy milyen kulturális javak azok, amelyek megjelenjenek egy-egy településen, hanem az, hogy hogyan is jutnak hozzá azok a diákok, azok a fiatalok, akik mondjuk tudják kapcsolni az oktatást, az adott oktatást anyaghoz, a kulturális megjelenítéseket, hanem az, hogy hogyan tudnak oda eljutni. Ezzel egy időben egy másik jó hírt is közöltek a sajtó képviselőivel, mégpedig azt, hogy a tervek szerint a jövőben megújul a gyulai vasútállomás is. 2014 óta folytatunk tárgyalásokat a MÁV vezetésével, a gyulai vasútállomás és környezetének felújítására vonatkozólag. A tervek készülnek jelenleg, azonban bízom abban, hogy ez a kormánydöntés lendületet ad a vasútállomás felújításának, hiszen hogyha a Magyarország kormánya számára ennyire fontos helyszín Gyula, és a magyar fiatalok számára kiemelt látogatási helyszínként javasolja, akkor úgy gondolom, hogy a MÁV-nak is kiemelt projektként kell kezelnie a gyulai vasútállomás régóta várt felújítását. A helyi önkormányzat bízik benne, hogy azok, akik egy osztálykirándulás során megtapasztalják a gyulai légkört, és találkoznak azokkal a látnivalókkal, melyek ott várnak rájuk, akkor egy hosszabb utazás keretében később a családdal is visszalátogatnak majd.